Üdvözlünk a Vacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával a 10 leghosszabb ideig készült filmet gyűjtöttük össze. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban azokat a filmeket nézzük meg, amelyek elkészítése szokatlanul sok időt vett igénybe. Don't forget to thank the Lord for this bountiful penis! Bountiful penis! Választásainkat az egyes filmek eredet története is befolyásolta, így nem feltétlen a készítés idejük alapján növekvő sorrendben kerültek fel a listánkra. Put the other one up! Which looks better? Tizedik, Csipke Rózsika. 8 évig készült. Oh no, this is terrible! Az 1951-ben kezdődő korai forgatókönyvi munkálatok során ez a Walt Disney klasszikus számos átíráson esett át, mielőtt végül 1959-ben, vagyis 4 évvel a tervezett megjelenés után a mozikba került. De a bonyolult animációs folyamatok miatt 8 évig tartottak a munkálatok. Now go with a curse and serve me well! Round Stephen's castle! A Hamupipőke hatalmas sikere után Walt Disney arra törekedett, hogy új projektjének szereplői a lehető legvalóságosabbak legyenek. Ennek elérése érdekében a Csipke Rózsika egy teljes verzióját valódi színészekkel rögzítették, akik jelmezben voltak, hogy az animátorok az ő mintájukra készíthessék el a vázlatokat, vagyis gyakorlatilag kétszer kellett elkészíteniük a teljes filmet. Touch the spindle, touch it, I say. 9. Üvöltés, 11 évig készült. A valaha készült legdrágább házi moziként emlegetett filmben sokféle előképzetlen állat szerepelt, köztük elefántok, tigrisek és oroszlánok, akiket Noel Marshall rendező és felesége Tippi Hedren fogadott örökbe, hogy együtt éljenek a kaliforniai rendcsükön. A forgatás 1974-ben kezdődött, de sajnos egy árvíz elpusztította az elkészült felvételeket, és több macskaféle életét is kioltotta. Come on, my baby. A szereplők és a stáb 70 tagját ráadásul megsebesítették a filmben szereplő állatok. A végső költségvetés 17 millió dollár volt, de a készfilm alig töltött egyetlen hetet a mozikban, és csak 2 millió dollár bevételt hozott. You could have died, dummy. Shut up, I almost died. 8. Apokalipszis most. 5 évig készült. Are my methods unsound? A Hearts of Darkness, a Filmmakers Apocalypse című dokumentumfilm elmeséli, hogy Francis Ford Coppola és stábja milyen erőfeszítéseket tett a film elkészítése érdekében, csak hogy képet adjon arról, milyen fárasztó volt ez a hosszú forgatás. Természetesen meg kell jegyezni, hogy bár köztudottan elhúzódtak a munkálatok, de Stanley Kubrick Tágra zárt szemek című filmje tartja jelenleg a Guinness rekordot a leghosszabb, megszakítás nélküli forgatási periódusnak. Számos dolog nehezítette a film elkészítését, például egy vihar tönkretette a szetteket, Martin Sheen szívrohamot kapott, Marlon Brando pedig túlsúlyosan érkezett a forgatásra. Horror has a face. And you must make a friend of horror. A produkció végleges leállításával fenyegető problémák ellenére az Apokalipszis most elnyerte a tekintélyes aranypálmát a Cannes Film Fesztiválon. American civilians, all right. And you got the cigarettes, and that's what I've been dreaming of. 7. A Simpson család, a film. 9 évig készült. If you ask me, everybody in this theater is a giant sucker. Matt Groening, a Simpson család alkotója, eredetileg úgy tervezte, hogy a film munkálataiba a sorozat befejezése után kezdenek bele. Sőt, még a Ropi tábor című részt is meg akarták filmesíteni. Ladies and gentlemen, I've been to Vietnam, Afghanistan and Iraq, and I can say without hyperbole that this is a million times worse than all of them put together. 1997-ben a Fox végre zöld utat adott a projektnek, és 2001-ben a szereplők többsége is beleegyezett. Az írók ezt követően 6 hónapig diskuláltak a cselekményről, még musicalt is fontolgattak, és a forgatókönyv több mint 100 revízión esett át. Oh, that's better. A késedelem ellenére is az így létrejött animációs vígjáték nagy sikert aratott, és a sorozat nagyjából 320 szereplője közül szinte mindenki részt vett benne, valamint bemutatkozott a rajongók új kedvence, Pókmalac is. Spider Pig, Spider Pig,
does whatever a spider pig does. 6. Avatar. 10 évig készült. You will have one chance, Jake. How will I know if he chooses me? Tekintettel arra, hogy ez a sci-fi eposz hogyan vált minden idők legtöbb bevételt hozó filmjévé, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a 10 éves gyártási idő bőven megérte. I will stand and fight. You know I will. A Titanic című filmmel elért eredményei nyomán James Cameron rendező világszínvonalú látványtervezőkkel dolgozott, hogy megformálja idegen faját, a Navit. Miután rájött, hogy milyen előre haladott elképzelései vannak a gyártás eredeti 1997-es kezdési dátumától, a következő éveket új 3D-s kamera és a CGI technológia fejlesztésével töltötte, hogy megfelelően életre tudja kelteni Pandorát. Több mint 230 millió dollárból és technikai áttörések sokaságával az Avatar rekordokat döntött, és örökre megváltoztatta a mozik világát. Everything is backwards now. Like out there is the true world, and in here is the dream. 5. Mad Max, a harag útja. 15 évig készült. Remember me? George Miller, az eredeti Mad Max trilógia mögött álló ötletgazda, éveket töltött azzal, hogy visszaszerezze a franchise jogait. It is by my hand you will rise from the ashes of this world. Azt tervezte, hogy 2001-ben kezdi el forgatni az akciófilmet, de a szeptember 11-i támadások miatt az ausztrál dollár az amerikai dollárhoz képest jelentősen veszített az értékéből, és a projektet végül elvetették. You wanna get through this? Do as I say. Miller ezután egy könnyedebb témára fordította figyelmét, mégpedig a Táncoló Talpak című animációs filmre. Egy időben még Heath Ledgerrel is tárgyaltak Meg szerepéről, aztán az évekig tartó fejlesztési pokol után végül 2012 nyarán elkezdődtek a forgatások, és 2015-ben végre mozikba került a film. A legtöbb akciófilmtől eltérően a harag útja 10 Oscar jelölést is kapott, ebből pedig 6 szobrot haza is vitt. Negyedik, az ember, aki megölte Don Quixote-t. 19 évig készült. No longer will he be playing Alonso Quijana, but a dauntless knight known as Don Quixote de la Mancha. Ezt a filmet 2018-ban mutatták be, és nagyon hosszú, 19 éves gyártási történetet tudhat maga mögött. Sokan úgy gondolták, hogy talán soha nem is fogják bemutatni a filmet. I was gonna say something today, but then I woke up this morning and got an email. So, another bump in the road. The road is a very bumpy road. A 21. századi London és a 17. századi La Mancha között oda-visszaugráló reklámfilm rendezőre összpontosító filmet Terry Gilliam rendezte, aki az elmúlt két évtizedben 8-szor próbálta elkészíteni a filmet. My dream is to be shooting Don Quixote in September. A legújabb verzióban Adam Driver és Olga Kurilenko főszereplésével Driver útjai kereszteződnek a névadó hőssel, akit Michael Palin alakított. Otto. Az olyan problémák, mint az áradások miatt tönkrement eszközök, Jean Rochefort színész betegsége és a hosszantartó gondok a források biztosításával kapcsolatban pokollá tették az egész forgatást, de végül elkészült a film. For me alone was Don Quixote born, and I for him. 3. Thiefland. 20 évig készült. A második világháború állt az útjába ennek a filmnek, mégpedig azért, mert a rendező Leni Riefenstahl felfüggesztette a forgatást, hogy a náci rezsim propaganda filmjein dolgozhasson. Talán már láttátok is egyik munkáját, az Akarat diadala című filmet. Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend hat das Wort. A háborús pusztítás többször is megnehezítette a gyártást, így Riefenstahlnak több ponton Spanyolországba és Csehországba kellett utaznia, hogy befejezhesse munkáját. Mivel Riefenstahl nem talált kedvére való színésznőt, ezért ő maga játszott el a főszerepet, amit később meg is bánt. Összességében elmondható, hogy két évtizedbe telt, mire ez a romantikus film képernyőre került, ami még mindig őrzi a leghosszabb gyártási idővel rendelkező élőszereplős film rekordját. 2. Sráckor. 12 évig készült.
a talán leghíresebb film, amelynek elkészítése ténylegesen az idő múlására támaszkodott. Richard Linklater drámájának forgatása 12 évig tartott. I just feel like there are so many things that I could be doing and probably want to be doing that I'm just not. A forgalmazó, az IFC Films $200,000 költségvetéssel bízta meg Linklatert, aki 2002-től 2013-ig minden évben találkozott a fiatal Ellen Coltrane főszereplővel és a stábbal, hogy megörökítsék a srác kamaszkorát, akinek anyját Patrice Arquette, apját pedig Ethan Hawke alakította. Filmre vették a fiú egész felnőtté válását. Közben olyan világeseményeket is megörökítettek, mint például Barack Obama elnökké választása, a rádiózene fejlődése, szóval ez a filmes áttörés valóban egy időkapszula, amit ténylegesen azért tartott sokáig elkészíteni, mert ez volt mindvégig a célja. I'm really happy that you're hanging out with us. Yeah. You too. Mielőtt felfednénk az első helyzetet, íme néhány vigaszdíjas. They know they're facing the gas chamber and they don't care. That's what people don't understand. They don't care. Wo paon jo mere dil mein chupe rehte the, aaj unhe main sabke samne nachta hua dekhunga. Soy Jesus. Gris. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, a tolva és a cipész. 28 évig készült. Bár ennek a filmnek több változata is megjelent, mi az 1993-as verzióról beszélünk, amit akár a Hercegnő és a Schuster néven is ismerhettek. Ez az animációs fantáziafilm rengeteg munkába került, mielőtt eljutott a közönséghez, mivel Richard Williams animátor 1964-től más projekteket is elvállalt, hogy pénzt gyűjtsön az álomprojektjéhez. Gentlemen, gentlemen, what a delight! A történetek átdolgozása és a finanszírozás megszerzésének számtalan kudarca után Steven Spielberg a 80-as években felfigyelt Williams munkájára, és felkérte őt az Oscar-díjas Roger Nyúl a pácban című filmhez, mint animátor. Bár ez segített neki alkut kötni a Warner Brothers-el, a film kezdeti változata eléggé sikertelen volt, így a producerek kiszálltak. A gyártás katasztrofális hossza miatt végül rengeteg kész animáció ragadt a vágóterem padlóján, és Williams-től végül minden irányítást elvettek, ami a film több változatának megszületéséhez vezetett. This low-born cobbler of no worth attacked me in the square today. Shall we take his head away? Ti ismertek még hasonló filmeket, melyek elkészítése rengeteg időt vett igénybe? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!